Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekető.hu-t nézitek, és a Sony legerősebb okostelefonját, az új Xperia X Performance tartom a kezemben, amelyet most bemutatunk. Ez a Sony első Snapdragon 820-szal szerelt okostelefonja, amit itt az MWC 2016-on mutatott be. Ez talán az Xperia Z sorozat végét is jelentő új X sorozat tagja. A készülék 5 colos kijelzővel rendelkezik, ami Full HD felbontású, tehát továbbra sincs Quad HD a Sony-nál. A megjelenítő rendkívül szép Triluminos technológiával rendelkezik, oldalról nézve is nagyon jó betekintési szögekkel rendelkezik, illetve hogy megnézzük a fényerőt, itt a maximum, ami bőven elegendő mindenre, és még jobban látszik oldalról is. A kijelzőt üvegborítás fedi természetesen edzett anyagból, illetve az oldalsó szílek itt is megkapták az ívelt kialakítást, mint ami számos okostelefonban benne van, a Sonynál eddig nem volt jellemző, most viszont belekerült. Az előlapon 2 darab hangszórót is láthatunk felül, illetve alul. Ezek sztereóban képesek szólni, és igazából nincs is más hangszóró a készüléken. Felül 13 megapixeles kamera van, fény és közelség érzékelő, és hát nagyjából ennyi. Alul felül egy picit vastag a keret, de igazából ezt a Sonynál megszokhattuk. A telefon oldala fém kerettel rendelkezik. Itt van egy SIM kártya slot. Felülre került egy jack csatlakozó, valamint egy mikrofon. A jobb oldalt van bekapcsoló gomba, megkapta a Sony megszokott Xperia Z5-ben debütált villanyomatolvasóját. Van hangerőszabályzó gombunk, illetve dedikált kameragombunk. Alul csak micro USB csatlakozónk van, tehát nincs egyelőre USB-C a Sonynál, illetve egy elsődleges mikrofon telefonbeszélgetésekre. A hátlap is fém, alumínium, szálcsiszolt. Ide került az új 23 megapixeles kamera fázis detektálású autofókusszal, illetve egy eléggé kicsinek tűnő vakút találunk még itt. Nézzük meg magát a készüléket, ami rendkívül hasonlít az Android 6.0 stock felületére. Marshmallow-t futtat a készülék alapból. Itt, ha belemegyek a megfelelő részbe, akkor láthatjuk még a telefonról opciónál, hogy a legfrissebb 6.0.1-es Android verzió fut ezen az eszközön, ez tud egyébként magyar nyelven is. A Qualcomm Snapdragon 820-as 4 magos processzor mellé 32 GB háttértár kerül, illetve 3 GB RAM, amit itt nem tudok külön megmutatni, hogy hogyan állunk. Itt talán így van, itt látható 1,3 GB szabad, 1,4 GB foglalt az elmúlt 3 órában, illetve hogyha a tárolót nézzük, akkor a 32 GB-ból mindjárt láthatjuk, hogy mennyi szabad, de olyan 20 GB, bár ez egyelőre nem a végleges szoftver. Hogyha már szoftvert nézzük, ugye Marshmallow az új Sony felülettel, amint mondtam, nagyon sok elemben hasonlít a gyári megoldásra, de azért a Sony alkotott itt. Például a kamera alkalmazás is megkapta a Sony eredeti felületét, tehát itt nem hagyta az Androidra a munkát. Van kiváló automatikus videórögzítés, különböző kamera alkalmazások ugye a korábbiakból, illetve manuális módot is kapunk. Hogyha manuálist előveszük, akkor hát van white balance állítási lehetőség, fényérték. Itt igazából nem tudom hirtelen, hogy mit is a hajt, és még elvileg fényértéket tudunk állítani. És hát további ilyesmi beállításokat látok. Bocsánat, ez mind white balance, csak ahogy látom. És akkor nézzük, hogy mit tudunk állítani. Van ISO értékünk 50-től 3200-as értékig, HDR, a felbontás valamire egészen kicsire van állítva, de visszahatjuk 23 megapixelre. És igazából, bár manuális beállításról beszélünk, nem sok mindent lehet látni. Tehát ez a manuális beállítási mód, ez meglehetősen szolid. Hogyha készítek egy fotót a készülékkel, megnézzük, hogy milyen minőségű. 23 megapixeles szenzorunk van, ami a Sony szerint sokkal jobb, mint a korábbi modellekben. De egyelőre a beta verzióban nem olyan gyors még a rendszer. Itt igazából közelről megnézve azért látszik, hogy van még hova fejlődnie, tehát nem minden szempontból olyan kiváló.
Vannak olyan részek, amelyeken jól fokuszál és jól nagyítható, tehát itt például a kamera, de mondjuk itt a háttérnél már elvesznek a kontúrok, és nem olyan szép a kép. De összességében egyébként tényleg egészen jó képet tud készíteni a kamera, hogyha mondjuk megnézzük azért, hogy mekkora részről nagyítottam ki ekkorára a képet. Hogyha megfordítom az előlapi kamerára, akkor itt láthatjuk az előlapi kamera képét, amely megint csak egészen korrekt egyébként. Itt a beállítási lehetőségeket nézve 13 megapixel a max felbontás, tehát ez is selfikre nagyon jó lehet. Extra szoftvereket tekintve, hogy a Sony-tól megkapott opciókat kapjuk, a menüt nem akarják túlbonyolítani, bár azért van néhány úgymond reklám alkalmazás, mint az Amazon Shopping vagy az AVG Protection. Reméljük, ebből nem mindegyik kerül egyébként bele a magyarországi kiadásba. Így néz ki tehát az új Sony Xperia X Performance Qualcomm Snapdragon 820-szal. Kövessétek továbbra is a tekhető.hu oldalt. Sziasztok!